Nagy sikerű koncertet adott a Városháza előtti téren Szauliszti. A neves énekesnő Malek Andrea és zongorista zeneszerző Jáger Bandi együttműködéséből jött létre 2016-ban. A koncert előtt velük beszélgettünk. A Malek Andi Szauliszti, ugye ez egy örömzene, ami a hit és a lélek zenéjének mondjuk, hát ez gospel zene, amit most hozunk, és főleg Istenről szól, és a háláról, az örömről, és hát reméljük, hogy ezt majd tudjuk osztani itt a mai napon és Karcagon. Ez egy 20 állomásos turnénak a nem is tudom már hanyadik állomása, ami tavaly is volt, egy 20 állomásos, és most idén ismét újra elindult. Ezek saját számok vagy feldolgozások? Ezek saját szerzemények, amiket én írok, és a legtöbbnek az Andi írja a szöveget. És kérdezzük Andreát, hogy hogyan tudnak együtt dolgozni. Nem olyan egyértelmű, hogy az ember tud valakivel dolgozni, és a Bandi valóban szigorú, de az ő dalai, amit fölülről kap, egyszerűen annyira feladják a leckét, annyira vágyom rá, hogy írjak rá jó szöveget, hogy megfogalmazhassam a saját gondolataimat. Ez egy nagyon nagy dolog, és engem nem érdekel, hogy a világban mi zajlik igazából, egyiket sem, mert az a legjobb, hogyha az ember megpróbálja csak a saját környezetét, és azt rendben tartani, az is éppen elég nagy feladat szerintem. Én, mint három gyerekes mama mondhatom, hogy már két gyerekem felnőtt, tehát ott már ezt megoldottam, hála Istennek, hogy megoldottuk, és szóval, hogy fontosnak tartom, hogy a saját hitemet és a hálámat ugyanúgy kifejezzem, nekem is nagyon sok mindenért van hálát adni. Mindenkitől meg szoktuk kérdezni, hogy a karcagi Hungarikum birka pörköltről tudnak-e, kóstolták-e? Hát hallottunk róla, de még sajnos nem kóstoltunk, de... Tehát majd jövőre a fesztiválra vissza kell jönni. Jövünk szívesen. És mondta, hogy ez egy koncertturné és több állomásból áll. Milyen a fogadtatás? Gondolom nem ez a mai este az első alkalom. Igen, hát nagyon jó fogadtatás van mindenhol. Tegnap Debrecenben voltunk, holnap Kápolnyásnyék, és még Csopak is lesz vasárnap. És hát mindenhol, hála Isten, nagyon jól fogadják. Mert én úgy gondolom, hogy ebben az időben egyre jobban erre van szükség, hogy a szeretet, az összefogás, az összetartozás, és a gospel ezt meg tudja adni. Ugye ez evangéliumot jelent, örömhírt, és hát mi ezt akarjuk a zenén keresztül, a jó hírt, az örömöt elvinni az embereknek, hogy hát lehet örülni is, meg lehet hálát adni is, és hát hit nélkül pedig semmi értelme élni. És ez egy jó kis dallamos zenék ezek, tehát azt gondolom, hogy ez egy picit most jót tesz mindenkinek, hogy egy órára elfelejtse azt a kis búját, baját, és most inkább csak arra koncentrálni, amit ön is mondott, hogy a szeretet, az öröm és a lélek töltődjön egy kicsit. Ja, pontosan ez a cél, hogy a zene az egy olyan közvetítő közeg, eleve a művészet, ami az ember lelkét eteti, a szellemét, azt is kell etetni, nem csak a testet. És mi ezt nem fogjuk feladni. Tehát, hogy mi művésznek készültünk külön-külön is, és aztán találkoztunk 6 évvel ezelőtt, és azóta pedig közösen egyre erősebben látjuk, hogy milyen nagy szükség van erre, és semmi nem érdekel, semmi nem állíthat meg bennünket. A Művelődési Házban Csángú magyar fiatalok bemutatkozására került sor. Ezt követően Cető Roland és Fritz Éva operett műsora várta a jelenlévőket, majd pedig Detti koncertezett. Az es fénypontja a Bohém Karnevál, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar koncertjével zárult.